Én mindig látom magam előtt mondjuk az orosz kollégákat, akik mondjuk a Putyin által elindított háborúnál azt mondták, úristen, mi lesz ebből, nem fog megtérülni. Márpedig ők beígérték, hogy meg fog térülni. Rajtuk fogják majd számolni, miért nem térült meg? Hát azért, mert elindította egy háborút, és nem vesznek tőlünk annyi gáz, nem kaptuk meg az engedélyt. Tudja, hogy az északi áramlat 2-t már nem fogják engedélyezni. Na most innentől kezdve hogy fog megtérülni? Hát nagyon nehéz lesz. És akkor jön a másik oldal, hogy hú, nem baj, majd eladják Kínának, meg Indiának. Aha, tényleg, hogy? Zsákba viszik el? Kína sokkal, de sokkal messzebb van. A Jamali mezőktől nagyon messze, 5000 kilométer, még a nyugat-szibéri mezőktől is 4000 kilométer. Azért 4000 kilométer vezetéket megépíteni, az nem így megy ám.